kimutattam. Kötköpönyegemet felvettem. Mindenki csak szeretettel köszöntök. Szigeti Katalin vagyok, a Bolt egyik tulajdonosa. Kicsit kiadói szakemberként, kicsit könyvesboltosként, és leginkább házigazdaként és moderátorként ülök most itt. Azért jöttünk össze, hogy egy kicsit talán más szempontok alapján is beszélgessünk jó gyerekkönyvekről, mint ahogy itt szoktunk. Én azt vettem észre, hogy az elmúlt időben nagyon divatos téma lett a gyerekkönyv. Nagyon lelkes szakmai műhelyek beszélgetnek rengeteget erről szigorú szakmai szempontok alapján, és nagyon lelkes anyuka és olvasó műhelyek beszélgetnek erről szintén nagyon lelkesen, kevésbé szakmai szempontok alapján, és ezek valahogy úgy nem nagyon, tehát ezek a körök nem találkoznak, és azt gondolom, hogy ez érdekes lenne, hogyha találkoznának, és hogyha erről egy kicsit együtt is beszélgetnénk, úgyhogy igazából ez volt itt a mai alkalomnak az egyik apropója, hogy hozzuk össze ezeket a köröket, és üljenek le könyves szakemberek, pedagógusok, meseírók, szülők egymással is, és beszélgessenek erről. Úgyhogy be is mutatnám gyorsan a résztvevőket. Klemenc Ági, aki a Kossuth Kiadó részéről van itt, és tulajdonképpen ennek a rendezvény sorozatnak, ami egy blogger klub, a házigazdája. Aztán Nagy Réka, aki mint fejlesztő pedagógus van jelen. Tamás Zsuzsa, elég régóta a könyvekkel foglalkozó szakember, egy kritikákat ír, több lapnak dolgozik, jelenleg a meseutca.hu gyermekirodalmi lapnak az egyik szerkesztője. Kertész Edina, aki íróként ül itt egyrészt, meseíróként, másrészt pont az ő felszólalása, most egy szakmai konferencián hangzott el, kicsit vitaindító írásként, az is hozta az ötletet, hogy legyen ez a mai témány. És Pompos Zoltán, Zoli abszolút könyves szakember, ír könyvet, könyvről, és sok minden könyves tevékenységet folytat, és egyébként némileg azért a pedagógus szempontját is érvényesíteni fog, ugye, hiszen oktat gyerekirodalmat is, pedagógusokkal is van kapcsolata. Vágyom hamuban rejtettem, vágtat, Elinal szárnyalat áltos teli vér, vágtat, Elinal szárnyalat áltos teli vér, vágtat, Elinal szárnyalat áltos teli vér, vágtat, Elinal szárnyalat áltos teli vér. Van egy kérdés a szülőkben, hogy a mese szólhat-e problémákról. És én úgy veszem észre általában a szülőkön, hogy szeretnék, ha nem szólna. Tehát azt szeretnék, ha a mese megnyugtatna a gyereket. És volt ez a Mesélj minden nap nevezetű kampány tavaly, azt hiszem. Én megnézegettem azokat a meséket, amiket összegyűjtöttek, és gyakorlatilag ilyen eléggé probléma nélküli mesék jöttek össze. Tehát a pályázat nyertes mesékben mindig süt a napocska és a házacskákban a mackók járkálnak. Én arra lennék kíváncsi, hogy miért van az, hogy nem szeretnénk, ha a mese problémákról szólna, vagy egyáltalán felmerülnének problémás élethelyzetek mesékben. Vagy én rosszul látom? Miért van minden mesei szereplőnek egyszerre apukája és anyukája és testvérkéje? Kérdezted, hogy kik nem szeretnék? A barátom. Ez egy országos kampány volt, tehát a kampány nem szerette volna. Hát én nem tudom, hogy itt. Tehát, hogy ez megint, ahogy az átlag gyereket elképzeljük az átlag szülőt, és az átlag szülő azt gondolja, hogy a problémamentes mese a jó mese. Minden bizonnyal így van. Zsuzsához visszakanyarodva, és amikor itt nagyon hevesen feltettem a kezem, hogy nem kell jól végződnie, valóban, és teljesen igazad van, és Bettelheimnek is igaza van, és vannak olyan meseírók, akik erre fittyet hánynak. Én ma a főiskolásoknak Lázár Ervin Szurkoskezű királyfiak című mesét olvastam fel, és úgy összezavarodtak ezek a felnőtt emberek,
hogy hát igazat kell adnom neked, tényleg nem jó mese, mert összezavarja a Lázár Ervin mese, és ugyanígy a Hétfejű Tündér is összezavarja a hallgatót, mert nem ehhez vagyunk szokva. Mert valóban arra vágyunk, és valahol ott van bennünk az, hogy rendnek kell lenni a világban, és a mese az segít abban, hogy ezt a rendetlenséget egy kicsit, ami amúgy is ilyen káosz van körülöttünk, valahogy feldolgozzuk. És a Szurkos Kezű Királyfiak mese, aki nem olvasta el, olvassa el, de azért spoilerezem a végét, úgy ér véget, hogy a két király az másképpen dönt. És ezzel van vége, és ezt kérdezünk, és ez a vége? Tehát nincs egy megoldása, és nincs egy megoldása a mesének, nincs, mert ez ilyen. És ebben az értelemben, ebben a tekintetben ez nem egy jó mese, vagy nem olyan mese, ami megnyugtat. Ugyanakkor szerintem érdemes lenne egy más fogalmat is bevezetni, ez a katarzis, tehát valamiféleképpen dolgozik bennük. Ezt akartam mondani. Hogy dolgozik bennünk ez a történet, és elkezdünk gondolkodni rajta, és más fénytörésben mutatja meg azt a dolgot. Tehát, hogy lehet úgy szemlélni a világot, hogy akkor egy megoldás van a dolgokra, és lehet úgy is szemlélni a világot, hogy több megoldás van, és dönthetünk. De hogyha ezt egy 3 éves gyereknek, vagy egy 6 éves gyereknek, vagy egy 10 évesnek, vagy egy 18 éves egyetemistának felolvasom, ugyanúgy összezavarodik tőle, utána másképp kezdi el feldolgozni ezt a kérdést. Én nem olvasok szívesen kisgyerekeknek ilyen Lázár Ervin mesét. 3 napon át vágtattam. Csapzott paripám nógattam. Köpönyegemet felvettem. Vágyom hamuba rejtettem. Vágtattam. Elinal szárnyalat áltos teli vér. Elinal szárnyalat áltos teli vér. Vágtott, vágtott, vágtott. Elinal szárnyalat áltos teli vér. Vágtott, vágtott, vágtott. Elinal szárnyalat áltos teli vér. Összességében az derült ki, hogy ne legyen didaktikus a szöveg, ne gügyögjön, ne legyenek kakaó dimenziós hősei, akár kakadimenziósok is lehetnek, az előfordul, mert ugye van Billy könyv és társai. Ez a kifejezés az Lovász Andrea leleménye, és hát tulajdonképpen érdekelne, hogy milyen kontextusban hangzott ezzel, mert én érteni vélem, de nem vagyok benne biztos, hogy jól értem. Ne keverje bele a gyereket a valóság fikció játékba, ne pszichológizáljon, a szereplők legyenek hitelesek, és a 7. pont volt az, hogy ne legyen gicses, se maga a szövegalkotás, tehát hogy ne legyen ilyen csiri-csári a szöveg, se a történet. Ez volna a 7. Ezek után nem biztos, hogy neki mernek állni mesekönyvet írni, de hát akkor kezdjük el szétszintálni. Például ami nekem így ez a kakaó dimenziós, vagy ez mi? Miért? Nekem erre volt egy felvetésem, hogy mi lehet, és úgy akár még egyet is értek vele, de mivel nem olvastam az eredeti szöveget, ahol ezt Lovász Andrea leírta, ezért szerintem, Edina, ha emlékszel rá, hogy hol olvastad, akkor te áruld el nekünk. Hát ez nincs kifejtve, úgyhogy én is csak tippelni tudtam. Én arra gondolok, hogy a kakaódimenzió azt jelenti, hogy van egy elképzelt gyerek, akihez a szöveg szól, és hogy ez a szöveg ne legyen túlságosan lebutított, vagy ehhez az elképzelt gyerek szintjéhez igazított. Tehát ne legyen nem valós problémákkal kapcsolatos a szöveg, vagy tehát, hogy ne legyen szándékosan lebutítva, hogy ne szóljon semmiről, én erre gondolok. Tehát, hogy ez az elképzelt gyerek ne legyen egy nagyon egyszerű darab. Vágtott, vágtott, vágtott. Elinal szárnyalat áltos teli vér. 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 Vágtott, vágtott, vágtott.